Frank Benham és Andrew Sarauer, a Fehérvár AV 19 jégkorongozója letette a magyar állampolgársági esküt péntek délután a székesfehérvári Hímerház házasságkötő termében. Ezzel az utolsó akadály is elhárult, hogy a két hokis a magyar válogatott mezében ott legyen a krakói Divízió 1-es világbajnokságon. Kérdezhetek magyarul? Nem. Inkább maradjunk az angolnál, válaszolja Frankben nem. I feel great. Nagyon jól érzem most magam, kezdi Sarauer Andrew. Egy hosszú folyamat volt, sok munka áll ennek a hátterében, de nagyon örülök. Nagyon izgultam ebben az órában, ez egy remek lehetőség nekem és a családom számára is. Nagyon izgatott vagyok a jövőt illetően, mesélte érzéseit Benham Frank. Az izgalom végig látható volt a játékosok arcán, Benham többször is elpróbálta az eskü szövegét, míg Sarauer néhány szóba kicsit belebonyolódott a fogadalom tétel közben. Yeah, a few. Van néhány különösen nehéz szó, de ettől függetlenül a magyar nyelv közel áll hozzám. Tudok egy pár szót, de nem sokat. But not many. Nekem az abszolút kedvencem. We asked. Mondja be nem. Ma két olyan embert hallottunk magyar állampolgára, sportolók személyében, aki példaképe. A két kanadai játékos korábban egyeztetett Rick Csernomás szövetségi kapitánnyal, aki elsősorban a rutinjuk miatt számít rájuk. I like our chances. Szeretem a kihívásokat, ez pedig az lesz, kezdi Sarauer. A válogatott lehetőségeihez képest kell megállapítanunk a célokat, a lényeg, hogy játsszuk a meccseket és gólokat szerezzünk, együtt érhetjük csak el ezeket. Egyetértek Andrewval, teszi hozzá bennem, mindketten alig várjuk, hogy lehetőséget kapjunk a kapitánytól, és hogy a nemzeti csapat a segítségünkkel érje el nagy álmát. A magyar válogatott péntek délután kezdi meg kéthetes felkészülését a VB-re, és ez idő alatt három edzőmérkőzést játszik. Először április 8-án Bécsben, 10-én pedig Budapesten a Tüske csarnokban játszik Ausztriával, majd 12-én ugyanitt Szlovéniával. A világbajnokság helyszínére a tervek szerint április 17-én utazik a küldöttség.